December a Kis-Balatonon. A rikító napsütés ellenére a hőmérséklet elérte a fagypontot. A vonuló madarak mostanra elutaztak. Akik itt maradtak, azok nehéz idők elé néznek. A széltől védett félreeső öblöket fátyoljék fedi. Ez egyelőre nem akadály a vízi madaraknak, hogy hozzáférjenek víz alatti táplálékukhoz. A récék úszóhártyás lába súlyelosztóként is jó szolgálatot tesz. A vékony jégen biztonságban vannak a szárazföldi ragadozóktól. Folyamatos mozgásukkal jégmentes zónákat, úgynevezett lihogókat hoznak létre. Lapos csőrükkel és a benne található lemezekkel apró, planktonikus élőlényeket szűrnek ki a vízből. Napos időben beindul a fotoszintézis. A lebegő algák parányi állatokat táplálnak. Ezek a kandicsrákok alig nagyobbak egy tűhegynél. Létszámuk kedvező feltételek mellett robbanásszerűen megnő. A nőstények utódaikat jellegzetes petezsákokban hordozzák. Ők alkotják a tápláléklánc alapját, mind a jég felett, mind alatta. A halak anyagcseréje télen jelentősen lelassul, de nem hibernálják magukat. A tó védette pontjaira húzódva vészelik át a leghidegebb hónapokat. Az Alafolyóból nem ritkán úsznak be a Kis-Balatonba jellegzetes folyami halak, melyek máshol alig fordulnak elő állóvízben. Egy balin. Legközelebbi rokonai a keszegek, mégis nagy veszélyt jelent a kis halakra nézve. A balin Magyarország egyetlen teljesen ragadozó életmódú pontyféléje. Tavasszal tömegesen úszik fel az Zala mentén, hogy itt ívjon. Ilyenkor azonban csak egy-egy kósza példány rója ezeket a vizeket. Délutánra a nap melege megolvasztja a jeget. Enyhül a szél, és feltárul a mocsárvilág valódi arca. Mintha egy pillanatra kitavaszodna. Kis Káró katona halászik a hattyúk között. Társai az ország más részeiről többnyire elvonultak, de itt a bőséges táplálék miatt erre nincs szükség. A láthatáron elénk tárul az a csodás világ, ami Fekete István Tüskevárát ihlette. A nyári ludak is vonuló madarak. Ősszel látványos csapatokban gyülekeznek indulás előtt. Enyhe teleken azonban páran maradnak. Energiájuk pazarlása helyett inkább kihasználják a kis-balatoni bőséget. De nem mindenki számára kegyes az élet.
A parton rohadó haltetemeken már nem maradt mit enni. A legyengült halak a hirtelen érkező fagy, vagy sasok, gémek, vidrák áldozatai lettek. Egy állat pusztulása ilyenkor egy másik életét mentheti meg. A kis Balaton két évszázada még összefüggő vízfelületet alkotott a Balatonnal. Az Ala hordaléka hozta létre ezt a gazdag mocsárvilágot, mely a magyar tenger szűrőjeként funkcionál. Ezek a behemótok a kis Balaton peremén fekvő puszták lakói. Több mint 150 ezer vízibiva élt egykor Magyarországon. Ellenálló és jó igavonó hírében állt. Őse az indiai vadbivaj körülbelül 6000 éve állt az ember szolgálatába. A Kárpát-medencében már az avarkori ásatások során is megtalálták a maradványaikat. A II. Világháború után a tenyésztésüket szinte teljesen leállították. Ma már csak pár kivételes helyen találkozhatunk népes bivajcsordával. Az egyik ilyen, közel 250 példányt számláló csorda itt, a Kápolna pusztai bivaj rezervátumban él. Talán az egyik utolsó hely, ahol teljes pompájukban csodálhatjuk meg ezeket az óriásokat. Alkonyatkor megváltozik a táj. A károkatonák behúzódnak éjszakai pihenőhelyükre a fák közé. A száraz fűcsomók között valami megmozdul. Egy vidra kölyök. A kíváncsi és tapasztalatlan kölykök életét rengeteg veszély fenyegeti. Ennek a legyengült kis állatnak a sérüléseit egy autó okozhatta. Szinte csodával határos, hogy a fejsérülés ellenére túlélte a gázolást. Télen a sebek nem fertőződnek olyan gyorsan, de az állapota még így is kritikus. Az egyre kegyetlenebb éjszakai fagyok és a táplálék hiány miatt valószínűleg nem éli meg a reggelt. A madarak csendben várják ki a pillanatot. Lassan eltűnik az ajnövényzetben, ahonnan jött. Napszálta után a kölyök szerencsésebb fajtársai is előmerészkednek. Az európai vidra populációja a Kis-Balaton környékén rendkívül stabil. Közép-Európában sehol máshol nem találkozhatunk ekkora példányszámmal. Idejük nagy részét vízparti vackukban alvással töltik, csak alkonyatkor merészkednek elő.
tengeri unokatestvéreikhez hasonlóan néha ők is kedvelik a hátúszást. A vidrák nehezen viselik el egy rivális jelenlétét. Ez azonban egy hím és egy nőstény, és remekül kijönnek egymással a Balatoni éjszakában. A játék összekovácsolja őket. A vidrák a legsötétebb órákban a legaktívabbak. Látásuk és szaglásuk kiváló. A hímek hatalmas teritorium felett uralkodnak, melybe csak a nőstényeknek lehet bejárása. A terület határait gondosan őrzik, és ürülékkel jelölik, így figyelmeztetve a betolakodókat.